Megye nap Nyírbogáton, Rétvári Bence államtitkár az állami szerepvállalásról, Simon Miklós a fejlesztésekről beszélt. Riasztás Újfehértón, a szolár folyadék ömlött ki a napkollektorból, ezért indul be a tűzjelző. Droga Szamos partján egy porcsalmai férfi termesztett marihuánát, de vasárnap lebukott az ültetvénnyel. Az állami szerepvállalás lényege, hogy mindenhol egységesen jó minőségű legyen az oktatás vagy az egészségügyi ellátás. Ezt mondta Rétvári Bence államtitkár pénteken Nyírbogáton. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Pénteken tartották a megyenapi megemlékezést a településen. A házigazda Simon Miklós kormánypárti országgyűlési képviselő azt mondta, tavaly 1000 munkahely jött létre a térségben, ami országos viszonylatban is kiemelkedő eredmény. Huszárok és mazsorettesek a megyenapi felvonuláson Nyírbogáton. A településen is megemlékeztek az 1992. május 20-án tartott szabolcsi zsinatról. Az ökumenikus istentisztelet után kitüntetéseket adott át Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke. A választókerület országgyűlési képviselője Simon Miklós arról beszélt, hogy a térség folyamatosan fejlődik és gazdasági szempontból is fontos része Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének. Mi térségünkben működik az egyik legnagyobb ipari park, amely Nyírbátorban ugye 4000 embernek ad lehetőséget, és az elmúlt esztendőben, hála Istennek, ebben a térségben 1000 új munkahely jött létre, ez a választókerületre vonatkozik. Úgyhogy én úgy ítélem meg, hogy az elmúlt időszak reform lépései, azok jótékonyan hatottak a térség gazdaságára is. Elértük azt, hogy most már aki akar, az dolgozhat. A helyi közösségek megerősítésére az elmúlt egy évben több mint 4 milliárd forintot fordított a kormány, amiből több mint 250 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetet támogattak. Erről Rétvári Bence parlamenti államtitkár beszélt Nyírbogáton. Hozzátette, a keleti régió gazdasági szerepe is jelentős hazánkban. A kormány célja, hogy minőségben egységes szolgáltatásokat nyújtson az ország egész területén. Az a feltett szándékunk, hogy mindenhol az országban, kis településen, nagy településen, Kelet-Magyarországon, Nyugat-Magyarországon mindenki, aki iskolába jár, mindenki, aki orvoshoz fordul, ugyanolyan szintű támogatást kapjon, ugyanolyan szintű közszolgáltatást kapjon. Ezért vontuk be az állami felelősségvállalást, mind az egészségügyi, mind az oktatásügy területén, hogy ne a helyi önkormányzatnak az anyagi lehetőségeitől függjön, hogy milyen a helyi egészségügy, vagy milyen a helyi oktatás, hanem az állam mindenhol, az ország minden településén ugyanazt a szintet tudja mindenkinek garantálni. Ennek érdekében a kormány többek között támogatta a Nyíregyházi Kórház és a megyei egészségügy fejlesztését, összesen több mint 26 milliárd forinttal, de jelenleg is zajlanak köz- és bicikliút felújítások megyeszerte. Riasztott a tűzjelző az újfehértói szabadidőközpontban, ami nagy riadalmat okozott. Mint kiderült, a készülék nem füstöt, hanem gőzt érzékelt. A napkollektoros rendszer egyik csöve lyukadt ki, abból ömlött szolárfolyadék az alagsorba. Az uszodából és a tornateremből összesen 54 gyermeket és 20 felnőttet vittek ki. Senki nem sérült meg, és pár óra leállás után, kora délután már újra várták a vendégeket. Hátrahagyott úszódeszkák a medence mellett, az újfehértói szabadidőközpont uszodájában, valamint a komplexum tornatermében is voltak diákok. Mindannyiukat kikísérték ma délelőtt az épületből, mert bejelzett a tűzjelző. A műszaki vezető rögtön ellenőrizte, hogy helyesen jelzette a készülék. Úgy jöttem le a kazánzba, akkor láttam füst, gőzni, nem tudtam eldönteni, mert sötét volt, és ha tudom, hogy nincs nálunk olyan éketőanyag azon a területen, és azért vizsgálódtunk egy kicsit jobban, és akkor éreztem már a szagát a szolárfolyadéknek, ez egy fagyálló folyadék gyakorlatilag. A katasztrófavédelem szakemberei mérőeszközök segítségével nézték meg, hogy a szivárgás okozott-e veszélyt. Kiürtették az épületet, a kiérkezett egységek elkezdték az áramtalanítást, a kiürítést befejezték, illetve a megyei igazgatóság mobil labor egysége pedig méréseket végzett, de valójában a keretkezett gőz, amely ugye nem füst volt, nem jutott be a vendégek terébe, csak az alagsorban keretkezett, és rögtön elkezdtük a szellőztetést is.
A kiukadt cső miatt a napkollektoros rendszerből kiengedték a szolárfolyadékot, még így is 3 hordónyi anyag volt a rendszerben. Az uszoda vezető azt mondta, szerencsére a riadalom nagyobb volt a bajnál. A leállás annyi idő volt, mint a tűzoltók kint voltak, illetve a szellőztetés megtörtént, és 1 órától újra üzemel a létesítményünk. Az újfehértói szabadidőközpontban várhatóan szerdán vizsgálják meg az egész rendszert, addig zavarmentesen tud működni az uszoda és a komplexum többi része is. Új futballpályát avattak a hétvégén Kemecsén. A 40x60 méteres műfőves pálya 70 millió forintba került. Az MLS pályaépítési programjának keretében eddig 16 hasonló létesítmény épült a megyében. Jelenleg Biliben, Csengerben és Kótajban várják pályázatuk kedvező elbírálását. 3 csapatos tornával avatták fel a kemecsei futballpályát szombaton. 2012-ben indult el a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programja. 4 különböző méretű pályára nyújthatnak be pályázatot a sportegyesületek. A 14x26, 20x40, 40x60 és 70x111 méteres nagyságú játékterek mindegyike megtalálható már a megyében. Amire különösen büszkék lehetünk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében eddig az elmúlt 3,5 év alatt 16 ilyen műfős pálya épült, mind a 4 méretben. A 2 legnagyobb pálya ugye Kisvárdán, illetve Nyíregyházán az Örökösföldi Sportcentrumban létesült, és hát nagyon reméljük, hogy lesz majd még több nagyméretű műfős pálya, illetve akár ilyen 40x60-as pálya is, hiszen ez a pálya méret az, amely egészen az U14-es korosztályig teljesen megfelel a korosztályos edzéseknek, illetve hát különböző kisjátékoknál, és hogyha kevesebben vannak a magasabb korosztályú csapatok, vagy akár a felnőtt csapat, akkor nekik is tökéletesen megfelelő. A 10. pályaépítési program egyébként most zárult, és ott 3 megyei pályázatunk van benn. Bízunk benne, hogy mind a 3 elbírálásban részesül, és akkor 3 újabb pálya létesül majd Szabolcs megyében. A kemecsei pálya 70 millió forintos költségéhez 17 millió forinttal járult hozzá az önkormányzat. Ezen felül még 7 millió forintot költött a város a sporttelepre. Magának a területnek a környezetét is rendeznünk kellett, és az önkormányzat saját erőből azóta forrásokat biztosított, és most fejeztük be, az utolsó mozdulatok még hátra vannak, és most sikerült ezt a pályát ilyen állapotban, ahogy most látható, megvalósítanunk, és ennek tiszteletére ünnepi megemlékezésként szerveztünk egy kis labdarúgó tornát, aminek tiszteletére birtokba is tudjuk adni a helyi, és nem csak helyi, hanem a környező települések, a térség számára is, hogy használják, és egészséggel tudjanak itt focizni, mind a sportolók, és természetesen a szabadidő eltöltésében is gondolkodók részére is nyitott ez a lehetőség. Az avató tornán a győzelmet a hazaiak öreg fiúk csapata szerezte meg a parlamenti válogatott és az MLS megyei igazgatóságának együttese előtt. Diplomáciai bonyodalmat keltett a hétvégén egy szlovák rendszámú kis busz a magyar-ukrán határon Beregsuránynál. A zöld folyosón akart átkelni, majd mikor megállították, megpróbált visszafordulni. A sofőr sajtóhírek szerint azzal védekezett, hogy diplomáciai küldeményt visz. Amikor a furgon hátsó ajtaját kinyitották, abban nem küldeményt, hanem 57 ezer doboz ukrán zárjegyes cigarettát találtak. A szállítmány összértéke 500 000 hrivnya, azaz csaknem 6 millió forint. A szállító ellen az ukrán biztonsági szolgálat indított eljárást. Megkezdődött az idei szúnyogírtás Nyíregyházán, az első repülésre elvitték stábunkat is. Hogy mit láttak a gépről kollégáim, hamarosan láthatják önök is, előtte nézzük a híradó további témáit. Ezüst érmesként zárta a szezont az amatőr nemzeti bajnokságban a nyíregyházi kosársuli. Farkasinski Gyuláné együttese a döntő második meccsén hazai pályán 81-58-as vereséget szenvedett az MTK Budapesttől. A fővárosiak így 2-0-ra megnyerték a döntőt és visszajutottak az élvonalba. Vereséget szenvedett az amerikai futballbajnokság alapszakaszának utolsó meccsén a Nyíregyháza Tigers. A Tigrisek hazai pályán a Budapest Cowboys együttesétől kaptak ki 45-7-re. A két csapat bajnoki elődöntőben június 4-én a fővárosban ismét találkozik egymással. Elkezdődtek a tereprendezési munkák Nyíregyházán a Szegfő utcán, 4 sávossá bővítik az utat, hétvégén a Géza utca és a Hunyadi utca közötti szakaszon korlátozták a közlekedést, mert kivágták az útba eső fákat. A tényleges útszélesítési munkálatok várhatóan júliusban kezdődnek. Kivágott fák a Szegfő utcán, a hétvégén kezdődött a tereprendezés.
Több ingatlant is érint az utca 4-sávossá bővítése. Az ebben az épületben működő festékbolt már el is költözött. Információink szerint hamarosan ledúzerolják az ingatlant. A közlekedők legtöbbje örül a beruházásnak. Én sokat járok a Szegfi utcán, és nagyon örülök neki, hogy ezt bővítik. Van olyan is, aki nem boldog a szélesítés miatt. Péter Tamásné a 25 szám alatt lakik, azt mondta, annak idején a társasházi közösség nem azért költözött ide, hogy 4-sávos út mellett lakjon. Tisztában van azzal mindenki, hogy a lakásoknak az állaga, az hogy fog kinézni egy 4-sávos út mellett. Ezt a kártérítést ki fogja nekünk megfizetni. Ki az, aki erre a lakásra ilyen városrendezés mellett kiadta az építési engedélyt? Én ezt a kérdést szeretném feltenni. 14 közlekedési csomópont átépítését tervezik Nyíregyházán, mondta Kovács Ferenc nyíregyházi polgármester 35 perc című műsorunkban. Azt mondta, az év végére elkészül a Szegfi utcai fejlesztés. A tervezési engedélyezési eljárás lezárul most májusban. Meghirdetjük a kivitelezési közbeszerzést, én nagyon remélem, hogy június végéig megkezdődik a munka. Kisajátításokon már túl vagyunk, illetve területvásárláson, tehát az előkészületek adottak, a közmű szolgáltatókkal hónapok óta megy az egyeztetés, hiszen ez közműkiváltással, áthelyezéssel jár együtt, és ezért mondhatom azt, hogy ezért végéig el tudjuk készíteni. Kovács Ferenc azt is mondta, hogy hamarosan átadják a felújított buszacsát, amelyben több nagy rendezvény lesz. Így várhatóan még jobban megnövekszik a forgalom, a 2 sáv már nem lesz elegendő ezen a szakaszon. Megkezdődött a szúnyogírtás Nyíregyházán. Hétfőn reggel a földről és a levegőből is permetezték az erősen fertőzött vízközeli és a nehezen megközelíthető mocsaras területeket. Az írtáshoz egy kizárólag szúnyoglárvára hatásos, más élőlényre nem veszélyes baktériumfajtát használtak. Hétfő reggel történt a szúnyoglárvaírtás a város területén. Két technológiát alkalmaztunk, az egyik egy földi géppel, ahol meg tudjuk könnyen közelíteni a sóstói tavat, a bújtosi tavat, azt körbe permeteztük, és a légiúton történt a többi mocsaras területeken, Oros, Nyírjes, Borbánya, itt vasúti delta, különböző területeken 255 hektár légi lárvaírtás volt, és 35 hektár földi lárvaírtás történt. Izgalmas légi felvételeket is készítettek kollégáim Nyíregyházáról repülés közben. Ezeket kitettük a Kölcsei Televízió Facebook oldalára, ha van kedvük, ott megnézhetik. A számos partján termesztett marihuánát egy porcsalmai férfi. Vasárnap fogták el a tettest, aki már bilincsel a kezén mutatta meg azt a két műanyag ládát, amelyben a növényeket nevelte. Még hálóval is lefette, nehogy a rovarok kárt tegyenek bennük. A 15-tő kannabiszt a mátészalkai nyomozók lefoglalták, a férfit pedig előállították a kapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. Súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett az a férfi, akit gyermekével együtt ütött el a zebrán egy autós vasárnap délután Nyíregyházán a Korányi Frigyes utcán. A gyalogos férfi métereket repült az ütközés után, súlyos állapotban vitték kórházba, gyermeke könnyebben sérült, az autó totálkárosra tört, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Ezüstérmesként zárta a szezont az amatőr nemzeti bajnokságban a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláné együttese a döntő második meccsén hazai pályán 81-58-as vereséget szenvedett az MTK Budapesttől. A fővárosiak így 2-0-ra megnyerték a döntőt, és visszajutottak az élvonalba. Az első meccsen aratott magabiztos MTK siker valószínűsítette, hogy már a második találkozón eldől a bajnoki cím sorsa. A nyitó negyedben 10 pontos előny szereztek a vendégek, majd a második 10 percben újabb 7 ponttal növelték a két csapat közötti különbséget a fővárosiak. A hazaiak jól tartották magukat, de a budapestiek fizikai fölénye és hosszabb kispadja érvényesült a pályán. A záró játék rész döntetlen lett, a mérkőzés pedig 81-58-as MTK győzelemmel zárult. A meccs végén mindkét csapat elégedett volt, a budapestiek a bajnoki címnek és a feljutásnak, a nyíregyháziak pedig eddig legjobb eredményüknek örülhettek. Szorosabbá tudtuk volna tenni ezt a mérkőzést, a kicsit precízebbek vagyunk, pontosabbak. Nagyon sok volt az eladott labda, nagyon sok olyan helyzet maradt ki, ami azért gondot és problémát okozott. Megint a második fél idő sikerült valamilyen szinten egy sokkal jobb formában hoznunk.
Még azt mondom, a zóna védekezésünk is helyek közel jól működött. Én örülök, ezt sikerült most kihoznunk. Azt hiszem, hogyha nincs ez a sok sérült, akkor talán még szorosabb mérkőzést játszottunk volna. Például ennyire volt itt az év végére képes a csapat. Én úgy gondolom, ettől függetlenül óriási dicséret illeti őket. A nyíregyháziak csapatkapitánya Papp Klaudia szerint az NKS a várakozások fölött teljesített a szezonban. Úgy készültünk, hogy érmes meccset fogunk játszani, tehát ez volt a célunk szeptember elején. Miután bekerültünk a négybe, ez már csak ha volt a torta, hogy mi játszottuk a döntőt, úgyhogy nagyon örülünk neki. Farkasinszky Orsolya 18 pontot szerzett a döntő második meccsén. A center a csapat sikereként értékeli az ezüstérem megszerzését. Ha a saját játékomat tekintem, nem gondolom, hogy ez lett volna a legjobb éve, mégis ugye ebbe az éve sikerült ezt kihoznunk, de ez természetesen nem csak ez az év, hanem a korábbi évek, és azok a korábbi játékosok, akik már most nincsenek itt, ők ugyanúgy hozzátették azt, hogy ezt most el tudjuk érni, aminek nagyon örülünk. A nyíregyházi kosársulinál csak a felnőtt csapat számára ért véget a szezon. A serdülő és kenguru korosztályban az NKS ott lesz az országos döntőben, valamint az ötfős színeiben, a negyedik korcsoportos diákolimpia döntőjében is érdekeltek a kosársulis lányok. Vereséget szenvedett az amerikai futballbajnokság alapszakaszának utolsó meccsén a Nyíregyháza Tigers. A Tigrisek hazai pályán a Budapest Cowbells együttesétől kaptak ki 45-7-re. A két csapat a bajnoki elődöntőben június 4-én a fővárosban ismét találkozik egymással. A Hungarian Football League alapszakaszának záró fordulójában a listavezetőt fogadta több játékosát is nélkülöző Nyíregyháza Tigers. A mérkőzést a vendégek kezdték jobban, két sikeres akciót követően 14-0-ra vezetett a Cowbells. Jamal Diaz egy szép futás végén ért el touchdown-t, és mivel a jutalomrúgás is pontos volt, 7-14-jel zárult az első negyed. A második játék részben a kolomposok domináltak, 17-0-ra nyerték a 12 perces szakaszt. A harmadik negyedben egyik oldalon sem láthatott eredményes akciót a közönség, a zárójáték részben pedig ismét a budapestiek szerezték a pontokat, és végül 45-7-re megnyerték a mérkőzést. Ekkora különbség a két csapat tudásában nincs. Egész egyszerűen 5-szor adtuk el a labdát, 7-5 az 35, tehát igazából ennyi pontot adtunk oda nekik, koncentráltabban kell játszanunk. Semmi probléma nincs, ott vagyunk a rájátszásban, a jövő héten már nem szabad hibáznunk, ennyi történt. A Tigers amerikai játékosa Darrell Tate szerint a mérkőzésen szinte végig az ellenfél akarata érvényesült. Huge difference. I mean, they came out ready to play against us. Az ellenfél ma sokkal összeszedettebben játszott, rengeteg hibánk volt, és ezt ők kihasználták. Belülről az látszott, hogy ezen a meccsen koncentráltabbak voltak a vendégek, mi nagyon sokszor eladtuk a labdát, és az ellenfél ezekből szerezte a pontjait. A teljes mérkőzést rögzítette a Kölcsey Televízió, amit vasárnap 21 órától nézhetnek meg. A bajnokság elődöntőjét a jövő hét végén rendezik. A Nyíregyháza Tigers a Budapest Cowbells otthonában lép pályára. A másik ágon a Miskolc Steelers az Eger Heroes fogadja. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Az állami szerepvállalás lényege, hogy mindenhol egységesen jó minőségű legyen az oktatás vagy az egészségügyi ellátás. Ezt mondta Rétvári Bence parlamenti államtitkár pénteken Nyírbogáton. Akkor tartották a megyenapi megemlékezést a településen. A házigazda Simon Miklós kormánypárti országgyűlési képviselő azt mondta, tavaly 1000 munkahely jött létre a térségben, ami országos viszonylatban is kiemelkedő eredmény. Riasztott a tűzjelző az újfehértói szabadidő központban, ami nagy riadalmat okozott. Mint kiderült, a készülék nem füstöt, hanem gőzt érzékelt. A napkollektoros rendszer egyik csöve lyukadt ki, abból ömlött ki az alagsorban a szolár folyadék. Az uszodából és a tornateremből összesen 54 gyermeket és 20 felnőttet vittek ki. Senki sem sérült meg, és pár óra leállás után a szabadidőközpont kora délutántól már újra várta a vendégeket. Új futballpályát avattak a hétvégén Kemecsén. A 40x60 méteres műfőves pálya 70 millió forintba került. Az MLS pályaépítési programjának keretében eddig 16 hasonló létesítmény épült a megyében. Jelenleg Biliben, Csengerben és Kótajban várják pályázatuk kedvező elbírálását. A Kölcsey Televízió híradóját látták május 23-án hétfőn. Friss hírekkel kedden este várjuk Önöket. Műsorainkat és híreinket addig is újra nézhetik honlapunkon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Kedden felhős időre számíthatunk záporokkal, zivatarokkal. Délnyugat felől egy frontrendszer helyeződik térségünk fölé, hidegebb levegője miatt több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Éjjel erősen megnövekszik a felhőzet, és hajnaltól zápor is előfordulhat. A keleti szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kedd napközben erősen felhős lesz az ég, csak rövid időszakokra bukkanhat elő a nap. Zápor, helyenként zivatar is kialakulhat felhőszakadás, esetleg jégeső kíséretében. A változó irányú szél megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos szélökések is lehetnek. Délutánra 21 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás várható térségünkben. A nap UVB sugárzásának erőssége 11 és 15 óra között is mérsékelt marad. A keddi felhősebb, csapadékosabb időt követően a hét folytatásában ismét a napsütésnek jut egyre több szerep. A nappal képződő gomoly felhőkből helyenként záporok, zivatarok viszont továbbra is kialakulhatnak. Fokozatosan melegednek a nappalok, a hét végéhez közeledve délutánonként 28 fok körüli hőmérsékleteket mérhetünk.